Az az útépítés, ami a Tesco áruháznál lévő csomóponttól indul, az az új szennyvíztisztító teretnek a feltáró útja, a bekötő útja lesz. Egy jó minőségű aszfaltút épül, amit egy ideig kizárólag a szennyvízútnak a megközelítésére, szolgálati célú megközelítésére lehet majd használni. Ez egy építés számára kijelölt útvonal volt, több sebből vérzett így is, és azt szerettük volna, és ez a pályázatba belefért, hogy egy normális, jó minőségű úton lehessen megközelíteni a szennyvíztisztító telepet. Ez az útépítés, ez része annak a KEOP pályázatnak, amely keretében a szennyvíztisztító telep már elkészült és átadásra került, illetve a makosmáriai vezetékrendszer is elkészült és átadásra került. Ebben az évben szeretnénk a vízművekkel megépítetni a Kossuth Lajos utcai ivóvízgerinc vezetéknek és a bekötő vezetékeknek a cseréjét. Miután jelezte a fővárosi vízművek, hogy olyan állapotban van a régi gerincvezeték, hogy feltétlenül a cseréjére van szükség, ezért szerettük volna, hogyha az ebben az évben megépül, hogy egy akadálya kevesebb legyen ahhoz, hogy a Kossuth Lajos utcának azon a hátsó szakaszán, a keresztől az erdő felé vezető szakaszán is a jó minőségi utat tudjunk majd építeni. Ugye fura lett volna, ha megépül egy jó út, és akkor utána rögtön fölbontja a vízművek, meg utána fölbontjuk mi áteresz építésre. Most az az áteresz, ahol az a lyuk tátongott hónapokon keresztül egy idéglenes munkával beépítésre került, úgyhogy a csapadékvíz ott át tudjon folyni. Szeretném jelezni, hogy ez nem a végleges megoldás. Még itt a beruházás keretén belül egy-két új tűzcsap is elhelyezésre került, többek között a Kossuth köznak a torkolatába. Az kifejezetten az én kérésemre került oda, és nem csak azért, mert a tűzi víz ellátása a Kossuth köznek idáig nem volt megoldott, hanem azért is, mert egy olyan csonk került ott elhelyezésre, akik belenéztek, akkor az építési gödörbe talán láthatták is, ami a kezdete lehet majd annak a gerincvezetéknek, ami a Kossuth köznek a vízellátását szolgálhatja. A Makkosi úton, mint azt nyilván tudják a kedves budakesziek, elkészült a nyár folyamán a szennyvíz hálózat, és a fővárosi vízművek ott is jelezte, hogy az ivóvíz vezeték cseréje szükséges. És azért is tartottuk szükségesnek, hogy az idei évben elkészülhessen, hogyha megvannak a megfelelő források a Makkosi útnak és a hozzá kapcsolódó csapadékvízelvezetésnek a megépítésére, akkor ne az legyen az akadály, hogy ott még ivóvízvezetéket kell építeni, és ezért nem tudunk hozzáfogni a munkákhoz. Tehát az ivóvízvezeték cseréje megtörtént. Makkosi lakosok jelezték, hogy a helyreállítás az nem olyan jó minőségben történt, mint azt elvárták volna, és azt kell mondjam, hogy ez a panaszuk az jogos, mert ugyan a nyomvonal lehet, hogy rendesen helyre lett állítva, de sár maradt az utcába. És mint tudjuk, az előző kivitelező, a Penta Kft. Úgy vonult le, hogy egy jó minőségben elkészült, hengerelt, zúzott kő út maradt. Erre most sár került. Energetikai pályázaton nyertünk 150 millió forintos összeget, ez pedig a nyílászárók cseréjére és a külső szigetelésnek a megvalósítására lehet felhasználni. Ez két intézményünkön, a Nagy Sándor József gimnáziumon és a zeneiskolán tudjuk megoldani ebből az összegből.
Miután olyan a Nagy Sándor József gimnáziumnak a tetőszerkezete, hogy a külső szigeteléshez a palát, a korábbi hullámpalát is meg kellett bontani és le kellett szedni, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy a tetőt azt megépíteti saját beruházásba, saját forrásból. Így a régi, korszerűtlen, több helyen beázó tető és héjazat helyett egy új, modern, reményeink szerint több évtizeden keresztül üzemeltethető tető fog létrejönni, és így részben a beázások megakadályozásra kerülhetnek, tehát a korábbi beázásokat meg tudjuk akadályozni, illetve a hőszigetelés kapcsán rengeteg megtakarítást várunk. Miután az épületnek ugye nem csak a teteje, hanem körbe is lesz szigetelve, és a nyílászárók is korszerű, modern hőszigetelő nyílászárókra lesznek cserélve, így a gázszámlának a jelentős csökkenését várjuk. A kivitelező azt is felajánlotta az önkormányzat számára, hogy a fűtés korszerűsítésnél az ehhez szükséges anyagokban, ami elsősorban a tantermenkénti külön elzáró szerkezet, 50% kedvezményt ad anyagárból, és ingyenesen elvégzi ezeknek a cseréjét. Ha ez mind megvalósul, akkor úgy gondolom, hogy évente akár milliós nagyságrendű fűtésszámlát tudunk megtakarítani. A zeneiskolánál ugyanez a helyzet, a zené avval a különbséggel, hogy ott nem lesz tetőcsere. Ezek a mostani járdaépítések az úgynevezett lakossági önerős járdaépítési pályázatnak a részei. Ebben az évben az önkormányzat 5 millió forintot szavazott meg, a korábbi 2 millió forinttal szemben a lakossági járdaépítéseknek a támogatására. Magyarán, akik beszálltak 2500 forintos négyzetméter áron korábbi pályázatba, azoknak az önkormányzat a BVV Kft.-nek a segítségével megépíti a járdát. A város, keleti város részében kezdtünk a járdaépítésekkel, illetve az iskola közeli járdák például az iskolaszünet idejében épültek meg. Ezeket látja a lakosság, és azért, hogy felgyorsítsuk a munkákat, a BVV Kft. Bevont egy külső vállalkozót is.